Szevasztok! Újra itt vagyunk egy újabb résszel a medence mögött, csodálatos helyen a Meltemi Fúj. És most, mivel azt hallottuk, Robi bár erre van, itt a 5-ös wingünk, és egy 5-feles új Evo winget is le fogunk tesztelni. Újabb ernyő? Full power! Azt a mindenit. A legújabb, hát én azt tudom róla, nem tudom láttátok-e, hogy az emberünk mindent megnyer ezzel az ernyővel, ami elmetek a könnyebb, egyszerűbb ernyő, egy felfújható belugával. Hát most leteszteljük mi is, igaz, az ötfeles lehet, hogy egy kicsit ez sok lesz ide. Ez a versenyeket. Ez a versenynyerő ernyő, szóval hát mit? Úgy, most... hogy ez árban olcsóbb is, nem? Igen, ez egy kicsit könnyebb design, egyébként nagyon jó kis táskája van, nézzétek meg. Van hozzá kis vesetasi is, ebben van egyébként a javítókészlet. Itt bele lehet nézni, itt van egy ilyen kis pócs. Szigorúan minden plastikmentes. Egy kis átvezető tyúb van benne, meg egy kis szelepsapka. És hát megnézzük igazából a mai részben, hogy a két ernyőfajta között mi a különbség. És a krokodil közt, ha esetleg valaki nem ismerné. De a krokodil most nincs itt. Szóval, táskában már különbözik, a másiknak egyszerűbb táskája van. Az most nincs itt, mert nem használjuk. Ennek ilyen a táskája, és akkor hát nézzük meg hands-on, hogy hogyan is néz ki. Két színben van egyébként a cucc, a szürkében és a narancsban, és úgy látom kettő darab ilyen kinyitóval rajta, hogy jó nagy születési nyílása legyen, és akkor ki is borítanám, jó? Hopp, meg is jött a cáig. Nézzük, mi van benne. Van hozzá egy újabb plastikmentes user guide, csomagolás a műanyag ernyőn, plastikmentes csomagolás van, nagyon jó. És plastikból van az ernyő. Ja nem, ablak van rajta. Van rajta egy ablak. Mindenkinek jár egy ablak. Kibontva, Robi bár nagyon szépen. Hogy lássuk. Mondjuk ez egyébként plastikból van, de hát ez egyébként nagyon jó, hogyha indiánost akarunk játszani. Így. Illetve ez egy ilyen levágott, alig használt cucc, úgyhogy nincs vele gond. Föl is veszem, csak hogy lássátok, hogy meglejőlem. Úristen, de jól néz ki. Ez szürke szín, ebből létezik narancsárga is, ugye? Igen, ott lesz még két izé. Milyen méretek vannak ebből? 5 fél? Hát azt hiszem 4 fél, 5 fél, 6 fél és 3 fél. És még lehet, hogy van 4-es is. És a korábbi Windwing pedig van 3-asban, 4-esben. 5-ösben, 6-osban, 6,5-esben és 7-esben. 6,5-esben is van? Igen, 6,5-esben, nem, 7-esben van csak. Gyönyörű a fejdíszed. Igen, azt fölvettem csak, hogy látszódjon. Na nézzük. Igazából azt hiszem, hogy stimmel a nadrágomhoz. Ezzel jó. Is wingezni lehet. Le kell vennünk itt először is az ablakvédőket. Jól néz ki amúgy. Az új wing abban különbözik a régitől, hogy külön kell felfújni. Ez azért van így, mert így ugyanolyan kemény tud lenni a főtyúb és az, ahol a fogás is van rajta. Külön van a felfújott, nincs átvezetés, mint látjátok. Kicsit fura is, tehát itt azért rögtön feltenném a kérdést, hogy miért kaptunk a javítókészletben átvezetőt. Ha külön van felfújva, ezt Robibának üzenjük, hogy itt ezen még dolgozzon. Egy kicsit. Jó, és akkor kinyitjuk a szelepeket, amik a helyén vannak, és felfújjuk akkor egyenként őket 6 PSI-ra. Ja. Trapézbekötés van rajta? Nincsen, de azt már mi már nem is úgy csináljuk, hanem magára a hendőre szoktuk tenni, mert az sokkal jobban jön ki. Igen, jó ropogós hangja van. Jaj, ez még nincs. Imádom az ilyen új ernyő. Meggyepálva, mint a miénk. Hangot. Nézzük. Na nézzük csak meg, hogy mi a különbség. Itt a hátulja már... Van egy törés, az valószínűleg a startnál fog segíteni, hogy ne érjen bele a vízbe. Aha. Mert ugye, amíg az ember nem siklik, meg amikor mondjuk vasszer startol, sokszor előfordul az, hogy beleér a vége, meg a széle a vízbe, és valószínűleg az segíti. Uh-huh. Az is rögtön látszik, hogy ezen három hendől van, három kicsit igen. Nagyobb, de ez merev hendől. Öt, ami... leszámítva ezt a maszek trapézkötelet. Mi egyébként a középsőre fogom tenni a trapézkötelemet, ezen teljesen jól elmegy egy... Mert hogy ezen nincs bekötés. Igen, mert a másikon, ami mögöttem van olyan trapézkötél, lehet olyat venni, amit így körbe lehet tépőzárazni két helyen, és az tökéletes rá. Tehát az teljesen elég,
És akkor ez így egy nagyon letisztult dizájn, látszik, hogy kevesebb szegmensből van, itt a középső törés hiányzik belőle, kisebb az átmérője, mivel külön felfújós annak a résznek, ahol fogjuk. A boom része gyakorlatilag van rajta ablak, hogy körbe tudjunk nézni forduláskor, ez egy most már úgy tűnik, hogy majdnem minden gyártó ráteszi. Én személy szerint azért nem szeretem, mert bonyolultabb egy kicsit a csomagolása, de hát mindenképp segít, hogyha egy ütközést el tudunk ezzel kerülni. Nagyon könnyű egyébként, sokkal könnyebb, mint a másik. Egyéb technika itt nem tudok róla, de nagyon szép. Ja. És ugye akkor van olyanból, ami ez narancs, ez meg szürke, de ez, szerintem nagyon szép ez a szürke. Ez, hogy egy ilyen kicsit puhább ez, meg ilyen nagy? Nem, ez a más gyártókhoz képest ez viszonylag kemény. Aha. Tehát ez egy viszonylag kemény handle-nek mondható. Annyiban jobb ez, hogy startnál könnyebb csúsztatni rajta kezedet, hogy hol fogsz bele, mert én más. Például a négyesen úgy szoktam startolni, hogy a egyen lejjebbi fogásba kell fognom, hogy minél jobban föl tudjam állítani a starthoz a winget. Itt gyakorlatilag sokkal könnyebben lecsúsztatni a kezünket. Itt nagy valószínűséggel nem nagyon sok variáció van. Két helyen lehet fogni és kész. Ezen nem tudunk akkorát olyan széleset fogni, látod? Hogy ott... De, mert ott is a kettest, négyest használod, nézd csak meg. Hát startnál a ötöst. Ötöst, de hogy nem szerintem van olyan széles, de majd centiméter ezt lemérjük. Ezt már kipróbáljuk, hogy igen. Nekem, hogy miért. Hát ez újdonság. Na jó, hát ennyi. Gyakorlatilag ezt most már csak ki kell próbálni, úgyhogy szevasszok, befújt a szél, menni kell. Sziasztok. Ismeritek, ha fúj a szél, menni kell.